Hát sziasztok, ahogy elindul az átigazolási szezon eleje, egyre közelebb érünk hozzá, egyre több hír jelenik meg arról, hogy a különböző csapatok kit akarnak, és kit szereztek már meg. Ugye a Loki már megszerezte, és nyilvánvalóan a kontraktus aláírásának dátuma ebből a szempontból teljesen mellékes. Az Amos Yuga nevű közép-afrikai válogatott játékos, aki több mint 20-szor volt ugye Közép-Afrikában válogatott már 2014 óta. Amos Yuga elsősorban védekező középpályásként játszik, de akár középhátvédként is, vagy a belső kettes egyik játékosaként is bevethető, egy magas, 186 centis, erőteljes, kemény játékosról van szó, aki egyébként előre is hatékony, gólokkal, gólpasszokkal is észrevéteti magát. Ez a pozitívum, és az is pozitívum, hogy a francia bajnokságokban edződött ő, szocializálódott ő, hiszen az Ajaccionak is volt a játékosa, meg ha megnézitek az ő történetét, akár csak az eredmények.com oldalon, akkor látjátok, hogy a Le Havre-ban, még amikor első ligás volt a Le Havre 17-18-ban, akkor is játszott, de egyébként a francia második ligában eltöltött összesen 7 idényt, tehát azt lehet mondani, hogy ez önmagában jó, sőt az Ajaccióban is volt egy idénye, amikor az első ligában játszott. Ezután átkerült Bulgáriába, de Bulgáriában nem volt ilyen folyamatosan továbbadott játékos, hanem a CSKA Szófiának alapembere volt, míg nem az utóbbi időben, ugye július óta az új megérkező edző úgy döntött, hogy őt, aki egyébként csapatkapitány, nem játszatja, és a kettőbe rakta, a kettőben volt egy-két mérkőzése, illetve játszotta a közép-afrikai válogatottban, ott egész meccseket is játszott, és nyilvánvaló volt, hogy aki a bulgár labdarúgást jól ismeri, hiszen dolgozott ott, a Nestor El Maestro el fogja hívni a Lokiba, ez egy teljesen természetes dolog, és azt gondolom, hogy a Lokinak fog segíteni az ő jelenléte, hiszen Oje Diránnál, akire mindannyian emlékeznek a Loki szurkolók, de szerintem azok is, akik nem szurkoltak a Lokinak, csak követték a mérkőzéseket, szerintem még az Oje Diránnál jobb játékosról is van szó, aki mindenképpen tapasztaltabb is, hiszen ugye számos mérkőzésen, jó meccseken edződött, nemzetközi kupában lépett pályára két idényben is a CSKA Szófia csapata tagjaként, úgyhogy én azt gondolom látatlanban, mert hát ugye nyilván én nem követtem az ő teljesítményét, az ő mérkőzéseit, hogy biztos van valami kicsi lemaradása azzal, hogy igazán nagy meccseken keveset játszott nyár óta, ezt nyilván lehet pótolni, ezt meg is fogja tenni, és szerintem februártól nagy hasznára lehet a Lokinak, annak a Lokinak, amelyen segíteni kell. Hiszen ugye oké, hogy most nagyon motiváltan játszottak a Fradi ellen, de innen jönnek a nehéz hétköznapok, ahogy szokták mondani. Mindjárt ugye az Újpest ellen is lesz egy mérkőzésük, és aztán pedig még egy meccs ennek az évnek a lezárásaként, és utána pedig februártól kőkeményen mennek a bajnokik, úgyhogy kellenek ezek a játékosok, kell a kiegészítés, kell az erősítés a Loki, és én nem lennék meglepve, hogyha középcsatát is hoznának. A Bárány most jól teljesített, de a Bárány mellé nyilvánvalóan kell egy posztvetétás, akivel kemény és erős versenyben ugye megvédnák a mindennapi küzdelmeket. No hát ennyit szerettem volna mondani. Én alapvetően tehát ezt egy jó ötletnek tartom, annak ellenére is, hogy egy picit idősebb generációba tartozó játékosról van szó, 30 fölött van ugye ő, illetve egy ideig nem játszott, de ezt mondom, könnyen lehet pótolni. No hát ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy tényleg be is válik az, amit mondok. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra. Hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit.